Köszöntöm a Primadi 2011-es jelölteit. Immár a hatodik alkalommal adták át az idei évben a Fejér megyei Három fődíjat, valamint két közönségdíjat vettek át péntek este a megyei díjazottak. Idén a Hotel Magyar Királyban tartották a gála és telegybekötött diátadó ünnepséget. Magát a kezdeményezést összesen 45 vállalkozást támogatta idén, és mintegy száz lehetséges jelöltből választották ki a 12 megyei jelöltet. Mint a Prima Primissima díj kuratóriumi tagja, Csomor Gábor mondja, örül, hogy magas színvonalon teljesedett ki a díj. Kilenc évvel ezelőtt Demján Sánorral közösen álmodták meg az elismerés ezen formáját, hogy utalmazzák azokat a személyeket, intézményeket, akik már letettek valamit az asztalra életükben. Nagyon reméljük, hogy ezek a kezdeményezések, ezek az események ilyen gála műsor alapján, ezek a vidéki elismerések előbb-utóbb országos elismerésé mennek át. A közönség szavazatai alapján Lángfalvi Péterni a hétvezér általános iskola igazgatója, valamint az Albakom kosárlabda csapata is közönségdíjat kapott. A három fődíjat, melyek ez egyenként egy 1 millió forintos csekk is járt, Udoba György csillagász, Kovács Árpád festőművész és Fidel László kajak világbajnok vette át. Akkor volt ilyen jó érzés, amikor kajakoztam és a sikereket elértem, és most újra visszakaptam ebből. Tehát ezt, ez, egy, ez egy nagyon jó érzés, és a, ez valahol a sikernek tudom be. A három fődíj és közönségdíj mellett kiosztottak elismeréseket a közügyekért is a közbiztonság mentésügy, tűzoltás, tűz és polgári védelem, valamint a honvédelem területén is.